Miről is szól ez a javaslat, hiszen az előttem szóló expozéba és több megszólásba egészen távolra tévedtek a kedves képviselőtársaim, mert persze mind a joguk megvan, de azért lássuk be, ez mégiscsak egy nyúlfartnyi, talán egy vagy másfél oldalnyi törvényjavaslat, aminek egyetlen fontos pontja van, hogy időbeli korláthoz köti a veszélyhelyzet kihirdetését, teszem hozzá, mondhatnánk úgy is, hogy végre. Ugyan az időkorlát 180 nap, ami 6 hónapot jelent, és ezzel mi egyáltalán nem vagyunk megelégedve, de miért belemennék a részletekbe, egy picit emlékezzünk vissza. Mi is zajlott, talán nem is ebben az ülésteremben, hanem a másik ülésteremben a Covid veszélyhelyzet kihirdetésekor. Nem volt olyan régen, önök személy szerint szereplői voltak ennek a jelenetnek, és mi is. Egyetlen egy dolgot kértünk, amikor a Covid kitörésekor a veszélyhelyzetet bevezették, hogy legyen időbeli korlátja. Ezt be is nyújtottuk szövegszerű módosító javaslatban, és azt kértük, hogy fogadják el, hogy 90 napra lehet, ahogy a korábbi alkotmányos szabályok is voltak, bevezetni rendkívüli jogrendet Magyarországon, és 90 nap után az országgyűléshez kötelezően vizsgálja felül. Képviselőtársaim, akkor mi mindenek voltunk, csak fehér emberek nem. Hazaárulók voltunk. Mindennek az elrontói voltunk. A Covid barátai lettünk. Most mi történt? Akkor most Kocsis frakcióvezető úr is a Covid barátja lett, meg hazaáruló? Nem lehet egy szállyal kétfelé fújni, tisztelt képviselőtársaim, folyamatosan. Nem volt két éve még egyszer, amikor ebben a házban minket mindennek elhordtak, mert azt mertük mondani, amit most önök ide benyújtottak. Nem pont azt egyébként, és még egyszer mondom, nem is vagyok megelégedve, de abban a szempontból, hogy időkorláthoz kell kötni, önök azt mondták, hogy dehogy kell, micsoda hiszti ez itt, nincs erre semmi szükség. Hát nyilván a minden tudó atyuska az majd tudja, hogy mikor kell abba hagyni a veszélyhelyzeti korlátozást, nem kell itt a parlamentnek, meg a törvényeknek ebbe beleszólnia. Senkinek semmilyen okból nem lehet korlátlan hatalmat adni, pont. És hadd ne mondjak történelmi példákat és történelmi politikai vezetőket, akik úgy gondolták és úgy érezték, hogy nekik jár itt Európában, akár tőlünk keletre vagy tőlünk nyugatra, őrült, nem normális diktátorokat, akiknek a politikai vezetése alatt emberek milliói vagy tízmilliói haltak meg. És egyetlen egy korlátlan politikai felhatalmazásra rendelkező vezető kormányzásnak nem volt más vége, mint ez. Ezért normális kultúrát, ország normális kultúrát emberei nem adnak a legjobb szándékkal sem korlátlan hatalmat senkinek, sem tartalmilag, sem időkorlát tekintetében. Ebben a javaslatban szereplő fél éves határidő, amit aztán bármeddig meg lehet hosszabbítani, ez gyakorlatilag nem időkorlát. Lássuk be, mi a magunk részéről első nekifutása, megint megpróbáljuk, hát ha van valami belátás, vagy nagyobb belátás a Fideszbe, talán a nemzetközi körülmények miatt is, hiszen például benyújtották ezt a javaslatot is. A megítélésünk szerint az a 90 nap, amit előtte a magyar alkotmányos berendezkedés használt, teljesen megfelel, hiszen ahogy ezt pontosan tudjuk, és önök meg pláne tudják, rendkívüli jogrendről van szó, rendkívüli jogrend nem lehet a folyamatos állapot. Ezzel a szabályozással önök ezt megint éveken keresztül fönn tudják tartani, és szerintem ez nem jó. Tegyük föl, előbb-utóbb lesz majd másik kormány ebben az országban, annak is kell, hogy legyen korlátja, bármilyen időszak is következik. Simicska úr ebből írta a diplomáját. Simicska úr, mármint a rendkívüli jogrendekből, még a régi szép időkben, ha jól sejtem, nem ebből, amit most önök ide rítjentettek. Simicska úr, ez se, ami most van, ez se annak, se ennek nem felel meg. Ezt ön is tudja. Ez itt nem rendkívüli jogrend, ami van. Ez a főszabály. Két és fél éve önök rendeleti kormányzása, nem önök, mert nyilván önök nem, egyikük se kormánytag, két és fél éve rendeleti kormányzása vezetik ezt az országot. Kálmán Olga több olyan dolgot felsorolt, ami teljesen egyértelművé teszi, hogy milyen visszaélésszerűen használják ezeket az eszközöket, de egyébként meg is tehetik, mert ilyen szabályokat hoztak. Ez nem normális, képviselőtársam, és nem múlhat azon egy országban az ország sorsa,
emberek csopa, pedagógusok, sztrájkjog, a több, mint sorolhatnánk végig, hogy egyetlen embernek mihez van kedve. Mert ma ez van. Mert ma legutóbbi, ami nem politikai, kifejezetten gazdasági kérdés, de mert megint mi ez? Hogy szeptember 30-án éjszaka kidobnak egy rendeletet, hogy másnap reggeltől 13-szorosára emelik a távfőárát. Éjjel kiadnak egy rendeletet, amire se a távfőcégek, se az önkormányzatok, se a vállalkozások, senkik föl nem tudnak készülni, és garantáltan gajra megy mindenki. Mert nem tudják kifizetni, honnan tudnak az önkormányzatok költségvetési szervek. Nem tudnak pénzt nyomtatni, mint Matolcsi úr. De a cégek se fognak tudni igazodni hozzá. Ez a rendeleti kormányzás. Ez nem normális dolog. Rettenetesen vicces, tényleg képviselőtársam, nagyon vicces téma. Menjen azt nézzen már a szemébe azoknak az embereknek, akik meg most el kell dönteniük, hogy az óvodát be kell lezárni majd, vagy nem. Meg nézzen a szemébe, aki az idős otthon vezetőjeként el kéne dönteni, hogy mi fog vele történni. Úgyhogy ne röhögjön meg, ne viccelődjön ezen a témán, mert semmi vicces nincsen benne. Az ilyen jogrendnek, még egyszer mondom, tartalmilag és időben is korlátnak kell lennie, bárki kormányozza ezt az országot. Mi a magunk részéről továbbra is azt mondjuk, hogy egyszeri 90 napra lehet egy ilyen felhatalmazást megadni, és ha továbbra is indokolt 3 hónap után még mindig veszélyhelyzet van, akkor pontosan, hogy azzal a tolvonással a kormány ki tudja újra hirdetni, be tudja hozni az indokokat a parlament elé, és a következő 90 napra újra meg tudja majd kapni a felhatalmazást, ha indokolt. Jelen szabályozás, ilyen szempontból egyet tudok érteni Kálmán Olga felszólásával, ez a 180 nap, és annyiszor hosszabbítjuk, ahányszor akarjuk, ez gyakorlatilag a 90-t azt mondtam, hogy egyszeri alkalomra lehessen kiadni. Ezt fogjuk benyújtani, aztán meglátják, hogy önök mit fognak csinálni. Semmi gond, nem egyébként, meg kimehetünk a büfébe és 4 szem közt dumcsizni, de ha gondolja, mondja a mikrofonba, és akkor válaszolok rá szívesen. A háború nem ért véget. Ezért aztán meg is lehetne majd hosszabbítani, ha van rá indok. Ugye felsorolhatnám azokat a kérdéseket is, amiket szintén itt hallottunk, hogy egy óriási háborús veszélyhelyzetben miért megy el az ember egy hónapra a horvát tengerpartra habzsidőzsizni, de ne csóválja a fejét, veszélyhelyzet van! Hát ne csináljunk már bohócot ebből az intézményből. Hát a háborús veszélyhelyzet, akkor nem megyek egy hónapra dajdajozni. Ja nem, tényleg a képek tanúsága szerint megfeszítetten dolgozott a miniszterelnök úr is. És amit a Covid alatt csináltak, az se volt normális, de még egyszer. Megyünk vissza a törvényhez, be is zárom, megkötésünk szerint a régi alkotmányos berendezkedés, vagy szabályok szerinti 90 napos felhatalmazás indokolt lehet, mert vannak olyan helyzetek, amikor a kormánynak azonnal és sokkal tágabb körbe lépnie kell, mint normális időszakban. Eddig nincs köztünk vita. És ahogy 2 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy ez legyen 90 nap, mi most is azt mondjuk, és igenis egyszeri alkalommal lehessen bevezetni. Mi ezt be fogjuk nyújtani módosítójavaslatnak. Látom nagyjából a nyitottságukat, de majd ahogy válaszolnak erre, mi is úgy fogunk válaszolni a szavazásnál. Köszönöm szépen, meghallottam.